amikor 45-ben Budapesten kicsit nehezebb volt a helyzet, az ellátás, én meghívtam az akkori főnökömnek a kisfiát ide nyaralni. Egész nyáron itt volt. 9-10 éves lehetett a gyerek. És a gyerek most reagált arra, amit egy újságban olvasott. Valaki írta Magyarországba egy cikket rólam, és ő ezt Veszprémbe olvasta. És írja nekem a visszaemlékezéseit. És azt írja, hogy egy olyan mély hatást gyakorolt ő rá akkor, hogy látott engem napközben, hogy többször bebe menni a templomba, imádkozni. Ezt a tanácsot az édesanyám adta. Megírtam neki, mikor Tóth Komlósra érkeztem. Édesanyám, szétnéztem a faluba. Sok ember, sok ezer gyerek. Nem találtam egyetlen egyet se, akinek lett volna egy bibliája. Nem találok valakit, aki megértene, akivel lehetne erről beszélni, hogy mit csináljak. Azt írta vissza az édesanyám, amit Dániel csinált akkoriban, naponta háromszor könyörgött, és addig könyörgött, imádkozott a mindenható Istenhez, amíg megáldotta és megsegítette őt. Vissza csak annyit írtam, megértettem. Mától kezdve ezt csinálom. Azóta eltelt jó néhány évtized, és ez a tanács bevált, azóta is, most is. Nincs más forrásunk, nincs más megoldásunk, őhozzá menni, mindent tőle kérni, és mindent neki csinálni.